Szeretettel köszöntöm a nézőinket. Ebben az adásunkban az inzulin rezisztenciáról fogunk beszélgetni dr. Nagy Réka diabetológussal, hiszen egyre többször halljuk ezt a kifejezést, de mit is jelent pontosan? Mik felelősek a kialakulásáért, és mit lehet esetleg tenni az ellen, hogy inzulin rezisztenciával nézzünk szembe az életünk során? Köszöntöm a műsorban. Én is köszöntöm Önt is, meg a kedves nézőket is. Hát az inzulin rezisztencia az manapság ugye egy nagyon elterjedt, tulajdonképpen a szénhidrát anyagcserének a zavara. Nem nevezném betegségnek, inkább egy állapotnak. Ebben a helyzetben az történik, hogy az inzulin receptorok, amelyek a mi sejtjeinken vannak, egy kicsit süketekké és vakká válnak, és nehezen kapcsolódnak az inzulinhoz. Az inzulin nevű hormonunk abban segít nekünk, hogy a cukrot, a szénhidrátot, amivel a mi sejtjeink táplálkoznak, eljuttassa a sejtekhez és a szerveinkhez, mivel ezzel működnek. Na most, ha ezek a receptorok egy kicsit érzéketlenekké válnak, akkor nem kerül el a cukor a megfelelő helyre, ez pedig egy magasabb inzulin választ indukál, tehát a hasnyálmirigyünk egyre több inzulint termel, addig-addig, amíg a hasnyálmirigy kimerül és átmegy a végén kettes típusú cukorbetegségbe. Tehát maga az inzulin rezisztencia nagyon sokáig tünetmentes, akár évekig is lehet tünetmentes, és már csak akkor kerül felfedezésre, amikor a páciens vagy a beteg a kettes típusú cukorbetegségnek a kezdetén áll. Tehát akkor ez így annak az előszobája, lehet azt mondani. Igen. És akkor hogyan lehet, akkor erre nem is lehet gyanakodni ezek szerint? Tehát nincsenek olyan finomabb tünetei, amivel már vannak, esetleg el lehet menni orvoshoz? Vannak finomabb tünetek, nagyon sok pici apró tünet van. Elsősorban a nők azok, akik ezekre a tünetekre oda szoktak figyelni. Tehát elhízáshoz vezethet az inzulinrezisztencia, fokozódó szőrösödéshez, pattanásos bőrhöz, menstruációs zavarhoz, ugyanakkor más betegségekhez is társulhat, nőgyógyászati problémákhoz, mint a policisztás ovárium szindrómához, gluténérzékenységhez, laktózintoleranciához. Tehát nagyon sokszor más betegség kivizsgálása kapcsán derül ki esetleg az, hogy valakinek inzulin rezisztenciája van. Az egyik legelterjedtebb, mikor a hölgyek mondjuk meddőség miatt fordulnak a nőgyógyászhoz, és ott egy komplexebb laborvizsgálat történik, amely során kiderül, hogy inzulin rezisztenciája van, és emiatt nem marad teherben. Itt a komplexebb szóra akkor rá is csatlakoznék, tehát hogyha én mondjuk gyanakszom tünetek alapján arra, hogy én ezzel az állapottal küzdök, akkor egy szimpla nagy laborral ezt én tudom tisztázni, vagy ennél komplikáltabb vizsgálatról van szó? Igen, a probléma ott kezdődik, hogy egy rutin nagy labor vizsgálat során az éhomi inzulin szintet nem szoktuk nézni. Ha már azt néznénk, akkor esetleg az jelezne bizonyos emberek, páciensek számára, ha már az éhomi inzulin szint magas. Ha inzulin rezisztencia gyanúja áll fel, akkor egy komplexebb vérvételre van szükség. Ez szintén abból áll, hogy éhgyomorra meghatározzuk a betegnek az éhomi vércukor, az éhomi inzulin szintjét, és ezt követően egy terheléses vizsgálatra kerül sor. Meg kell innie ugyanúgy egy 75 g cukortartalmú cukoroldatot, melyet követően több pontban, 30, 60, 90 és 120 percnél is nézzük azt, hogy hogyan alakul a páciensnek a vércukorértéke és az inzulin értéke.
kapunk két görbét, és a két görbe együttese alapján az orvos eldöntheti, hogy a betegnek hajlama van az inzulinrezisztenciája, enyhe, közepes vagy súlyos inzulinrezisztenciája van. Illetve van még egy mutató, ami segítség a mi számunkra, a HOMA-index, ami szintén arra utal, mondjuk 2 és 4 között, hogy valaki hajlamos az inzulinrezisztenciára, ha már 4 fölött van, akkor egyértelmű, hogy inzulinrezisztenciája van. Említette, hogy főként a nők mennek az első ilyen finomabb tünettel szakorvoshoz, de főként rájuk jellemző az inzulinrezisztencia, vagy mondjuk a férfiaknál is ugyanúgy, tehát nincsen különbség a nemek tekintetében? Azt veszük észre, hogy nincs különbség a nemek tekintetében. A nőknél talán azért derül ki hamarabb, mert jobban odafigyelnek magukra. Tehát esetleg jobban zavarja őket a túlsúly, vagy a pattanásos bőr, tehát inkább ezért, de ugyanúgy férfiaknál megjelenik, fiatal korosztálynál, sőt azt is egyre inkább tapasztaljuk, hogy akár nem feltétlenül tünete a túlsúly sem, tehát vékony egyéneknél is megjelenhet az inzulinrezisztencia. Említette a fiatal korosztályt, mennyire fiatal? Tehát például a gyerekek esetében is tapasztalhatunk inzulinrezisztenciát? Sajnos az utóbbi időben olyan társadalomban élünk, ahol kevés a testmozgás, nem megfelelő táplálékot vesznek magukhoz a fiatalok, a tinédzserek, akár a gyerekek, és már kiskorban elhízottakká válnak, és tulajdonképpen ez vezethet inzulinrezisztenciához, még mielőtt náluk mondjuk felnőtt korban kialakulna egy kettes típusú cukorbetegség. Igen, előfordulhat fiataloknál is. Hogyha valaki megkapja ezt a diagnózist, hogy inzulinrezisztenciával küzd, akkor onnantól mi a teendő? Gyógyszeres kezelésre van szüksége, vagy első körben elegendő mondjuk az életmódváltás? Mindenképpen azt mondjuk, hogy első körben, első és második körben életmódváltás, tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a rendszeres mozgásra és a megfelelő táplálékfogyasztásra. Ha emellett nem sikerül fogyni, nem sikerül egy jobb állapotot elérni, akkor lehet gyógyszerhez nyúlni, amit szakorvos diabetológus ír fel, illetve vannak étrendkiegészítők, mint az inozitol, mioinozitol, ami szintén segít abban nekünk, hogy ezek az inzulinreceptorok kicsit magukhoz térjenek. Milyen időközönként érdemes mondjuk bármiféle tünet nélkül egy ilyen vizsgálatnak alávetnünk magunkat, hogy mondjuk kiderüljön, hogy tünet nélkül zajlik ez a folyamat a szervezetünkben, illetve hogyha mondjuk már megkaptuk a diagnózist, akkor milyen gyakorisággal kell monitorozni? Hát azért vannak pici apró tünetek. Én inkább azt mondanám, hogy azoknál az egyéneknél, akiknél a családban előfordul a kettes típusú diabétesz, rokonoknál, családtagoknál, tehát ott érdemes egy-egy nagyobb laborvizsgálat során mondjuk egy éhomi inzulin szintet nézni. Akkor, ha már túlsúlyosak vagyunk, bármennyire próbálkozunk többfajta diétával, mozgással is nem sikerül fogynunk, akkor mindenképpen érdemes egy ilyen terheléses vércukor és inzulin vizsgálatot néznünk. Ha valaki megkapja ezt a diagnózist, akkor onnantól kezdve nyilván életmódváltás előtt áll, viszont onnantól kezdve a cukorról és az édességről teljesen le kell mondania, vagy azért ennyire nem drasztikus a dolog? Én azt mondom, hogy ennyire nem drasztikus a dolog, és ez még egy állapot, ami visszafordítható, de mértékletesen kell bizonyos. Nem azt jelenti, hogy egy születésnap alkalmával nem ehetünk meg egy szelet tortát, vagy hogyha megkívánjuk a csokoládét, 2 kocka étcsokit nem ehetünk meg, de a mértékletesség az alapja mindennek. Említette, hogy visszafordítható állapotról van szó. Elképzelhető, hogy valaki egyszer csak megkapja ezt a diagnózist, hogy vége az inzulinrezisztenciának is leszámolt vele, mert megfelelően tartotta a diétát, az életmódjával is igazodott ehhez a problémához, és igazából tehermentesült ez alól, és igen, nem kell ez leszem. Egyértelműen elképzelhető, de utána
utána sem ajánlott erről az életformáról, ami jóval egészségesebb, lemondania. Tehát azt mindenképpen ajánlott, hogy folytassa a továbbiakban is, ahhoz, hogy megtartsa a megfelelő testsúlyát, a jó közérzetét. Mindenképpen azt ajánljuk, hogy ugyanezt folytassa tovább. Tehát akkor ezt húzzuk alá. Igen. Jó sokszor, igen, nyomatékosítva, hogy megfelelő életmód, és természetesen a mozgás az, ami ilyenkor szintén nagyon fontos. Nagyon fontos. És tudunk vele segíteni a szervezetünknek. Heti 3-4 alkalommal nem kell nagy dolgokra gondolni, sétálni, úszni, szobabiciklizni, biciklizni. Ugyanakkor, ami nagyon jót tesz az inzulinreceptoroknak, az erőnléti edzés 2-3 alkalommal, tehát ezekkel mind tudunk segíteni. Én nagyon szépen köszönöm, és nagyon remélem, hogy ennek a beszélgetésnek a hatására egyrészt többen kivizsgálják magukat, és ha valakinél kiderül, hogy gond van, akkor sem esik kétségbe, mert ahogy hallhattuk, és alá is húztuk, visszafordítható állapotról van szó, és nem kell megijedni, egyszerű dolgokkal ki is lehet ebből kecmeregni, és nem kell feltétlenül utána kettes típusú cukorbetegséggel találkozni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, mert rengeteg dolgot tisztába tudtunk tenni ezáltal. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, és az adásainkat visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. Ne feledjék, hetente jelentkezünk új műsorral, tartsanak velünk jövő héten is. Viszontlátásra!